Az idei parasportnapi rendezvényekkel kapcsolatban tartott online sajtótájékoztatót a Magyar Paralimpiai Bizottság. Az eseményen részt vett dr. Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, aki kiemelte, a parasportolók igazi példák lehetnek az emberek számára. Mindenkinek a környezetébe kell tenni azt, hogy mit is hordoz a parasport napja, azaz a február 22-e. Hogy a parasportolók folyamatosan megteszik azokat az áldozatkész munkákat, amellyel önmagunkat legyőzzük, és hittel, akarattal bizony haladhatunk a céljaink felé. És tudjuk, hogy a fogyatékos sport megteremtheti ezen kívül a társadalmi felzárkóztatás lehetőségét, elősegíti a társadalmi integrációt, egyéni szinten jobb életminőséget biztosít, ideálisabb egészségfejlesztés és kiemelkedő teljesítmény esetén bizony kiugrási lehetőséget ad, akár a parasportolók tekintetében is. Éppen ezért a sport rehabilitációs értékében, emberformáló erejében való kiemelt szerepében, vagy tett hitünk is ténylegesen azt igazolja, hogy bizony összefogással, támogatással rengeteg olyan lehetőségünk van, hogy a parasport egyre szélesebb körben terjedhessen, akár fogyatékkal élők körében, akár pedig az épp sportolók körében. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke elmondta, hogy a vírus nem teszi lehetővé, hogy mindenki szabadon ünnepelhesse a Magyar Parasport napját, de igyekeznek a körülményekhez alkalmazkodni. Ebben az évben viszont a vírus ezt nem teszi teljes egészében szabaddá, és nem teszi teljes egészében lehetővé, de nem adtuk föl, sőt, még nagyobb erőfeszítést fordítunk annak érdekében, hogy minél többekhez eljusson a parasport napjának a híre. Az eddigi évek folyamatosan növekvő tendenciát mutattak. Azt mondhatom önöknek, hogy immáron iskolák százai, sőt több százai, pedagógusok, testnevelő tanárok, osztályfőnökök és más tárgyakkal foglalkozó tanárok, iskolai vezetők sok-sok tucatja, és diákok ezrei vesznek részt a Magyar Parasport napján a parasportolók megünneplésében. Az önkormányzatok és városok szerepe elévülhetetlen a programok eljuttatásához. Győr a kezdetektől szívén viselte a lélekmozgató programot, és évről évre igyekeznek szélesíteni az érzékenyítésbe bevontak körét, hiszen a város számára fontos a megváltozott képességű embertársaik iránti tanúsított társadalmi szerepvállalás. A város példaértékű módon készül február 22-re, bevonva az óvodákat, az általános iskolákat, a középiskolákat, a speciális nevelési intézményeket és a Széchenyi István Egyetemet is. Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy nagy öröm volt elsőként is csatlakozni annak, amikor elindult ez a parasport napja. Jó magam is szívesen vettem részt, akkor az egykori volt általános iskolámban voltam kint először, aztán szépen a többi győri általános iskola is becsatlakozott ez a remek programhoz. Idén ugye, ahogy elnök úr is mondta, a Radnóti Miklós iskolában lesz a kiemelt programsorozat. Mostani állás szerint több mint 7 iskola, több mint 1000 diákkal csatlakozott már ez a remek kezdeményezéshez. Úgyhogy bízom benne, hogy Győrben is egyre többen megismerik és felismerik a parasport jelentőségét. Hozzátenném azt is, hogy tavaly éppen professzor dr. Dézsi Csaba András polgármester úr Győrben Patkás Tamás személyében a parasport nagykövetét is megválasztotta. Nagyon fontos, hogy ő is egy értéket képviseljen és példát mutasson a fiataloknak, hiszen úszásban képvisel parasportot. Szívügyünknek érezzük a sport minden területét, és szeretnénk aktívan ebbe belevonni mindenkit. Ugye Győrben remek lehetőségek vannak a sportolásra, kiemelt sporttámogatás van költségvetésünkben is, nem csak a élsport, versenysport számára, hanem a fogyatékkal élők sportolók számára is, úgyhogy a jövőben is ezt szeretnénk képviselni. A Magyar Parasport napjának győri programjaihoz a Győr Plusz televíziós csatlakozik, a nézők a legeredményesebb győri parasportolókkal láthatnak interjúkat.